nekem ez nagyon. Ma ismét kedd van, és hogyha kedd, akkor fogadó óra élő adásban. Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket. Ahányszor a kicsi gyerekekkel beszélgetünk, legtöbbször szóba kerül, és megkérdezzük tőlük, na és mi leszel, ha nagy leszel? De el is várjuk tőle a választ. Akármit, de válaszoljon a gyerek. De amikor tőlünk kérdezi meg a gyerek, hogy na és mi legyek, ha nagy leszek, akkor már elég nehéz válaszolni neki. Erről és sok minden másról beszélgetünk mai vendégeinkkel, a Szejke Otília tanfelügyelőnővel, és Butka Gergő most vállalkozóként van jelen műsorunkban, de mindketten tanácsos jelöltek, illetve Gergő tanácsos is. Mint tanfelügyelő, Oti, te gyakran találkozol a gyerekeknek ezzel a töprengésével. Mi legyek, ha nagy leszek? Valóban gyakran találkozunk ezzel a kérdéssel, és igyekszünk segítséget nyújtani számukra a lehetőségekhez mérten. Természetesen ezt nem lehet rövid idő alatt befolyásolni. Hosszú folyamat az, amíg egy gyerekben kialakul az, hogy igazából merre orientálódjon. Úgy gondolom, hogy a különböző eligazítások, tanácsadások, a nyílt napok, a számukra megszervezett iskola bemutatók szolgálnák azt a célt, hogy legyen valamilyen rálátásuk a nyolcadikos gyerekeknek, hogy hogyan tovább, vagy pedig a középiskolás gyerekeknek, hogy mégis melyik az a szakma, amelyik számára vonzó. A tanfelügyelőség programjai között szerepel a szak oktatás fejlesztése, a szak irányba való igazítása a gyerekeknek, mert hogy azért mindenki rájött arra, hogy az utóbbi időben szakemberhiány van, hogy nagy szükség van a jól képzett és jó szakemberekre, és ehhez elengedhetetlen a munkának a tisztelete, a szaktudásnak az értékelése. Valahogy éppen az a helyzet most, hogy elveszett a munkának a tisztelete. Nem úgy tűnik? Igen, sajnos. Először is szeretettel köszöntöm a tisztelt televízió nézőket. A helyzet az, hogy az utóbbi pár évben volt egy olyan trend, legalábbis én ezt így tapasztaltam, hogy mindenki, minden szülő szerette volna a gyermekéből úgymond a legtöbbet kihozni, és voltak azok az ilyen nagyon magasra értékelt szakmák, mint az orvos vagy az ügyvéd, aztán bejöttek ezek az ilyen nagyon, nagyon modern szakmák, a marketing, a management, ezek az ilyen logisztikai menedzser, ezek a dolgok, és sajnos oda jutottunk, hogy, és nem csak Szatmárnémetiben, hanem máshol is, hogy az asztalos, a vízgázszerelő, a mosógép szerelő, vagy az esztergályos már nem egy megbecsült szakember. Holott a mindennapi életben bizony nagy szükség van erre. Én a saját példámat tudom fölhozni, úgymond egy példaként, hogy én európai tanulmányokat végeztem, nemzetközi kapcsolatokat, és német közgazdaságtanból mesteriztem. Viszont én 8. korom óta édesapám gumiszervizében cseréltem kereket, és nagyon büszke voltam arra, hogy egyre több típusú autó kerekét tudtam megjegyezni és megszerelni. Viszont dolgoztam Németországban asztalos műhelyben is, és grafikusként is, tehát végigjártam pár más szakmát is, és azt kell mondjam, hogy a mai világban sajnos ezek az ilyen régi megbecsült szakmák már nem olyan fiatal szóval élve, nem olyan menők, mint ezek az ilyen különböző webdesigner vagy bármilyen más ilyen modern szakmák. Azt hiszem ugyanakkor, hogyha tanácsosként beszélünk viszont Otiliával, akkor a Szatmárnémeti egyik leendő legnagyobb kihívása az lesz, hogy ezeknek a fiataloknak, akik jelenleg az iskolapadban vannak, vagy onnan kikerülnek, hogyan tudjuk mi minél inkább megtalálni a helyét, és minél inkább kedvező feltételeket teremteni, hogy ne újabb 1000 jogászt küldjünk ki a munkaerőpiacra,
hanem jól fizető állásokat és jól fizető munkahelyeket találjunk a szatmári fiataloknak. Erre vonatkozott egyik nézői kérdésünk is, a Varga Erzsébet kérdezte, hogy miért szégyen manapság diplomával kétkezi munkát végezni? Nagyon jó valóban a kérdés, hogy miért szégyen. Nem tudok ebben az irányban nyilatkozni, mert hogy számomra nem szégyen. Én úgy gondolom, hogy valahol nagyon mélyen gyökereznek ezek a válaszok. Valami miatt volt egy időszak, amikor úgy gondolták a szülők, és talán így nevelték bele a gyerekekbe azt, hogy csak az az értékes ember, abból lesz igazán jól boldoguló felnőtt, aki legalább egyetemmel rendelkezik. Úgy gondolom, hogy itt csúszott el a munkának az értéke, de én nagyon optimista ember vagyok, azt érzem, hogy az utóbbi időben azért, mintha tompulna ez a mentalitás. Lehet, hogy a duális rendszernek a hozadéka, tehát hogy azért most már megjelent a megyében is, megjelent az országban is a duális képzés, meg talán az is, hogy rádöbbentek a diplomás fiatalok, hogy az nem elég. Tudomásom szerint nálatok a cégnél is van olyan dolgozó, igen, aki kétkezi munkát végez, de igen magasan képzett. Természetes. Egyetemmel rendelkezik. Természetes. Ez egyáltalán nem szégyen, és én nagyon büszke vagyok azokra, nem csak nálam a cégnél, hanem azokra az emberekre, akik lehet, hogy egy bizonyos szakképesítést végeztek az élet egyik területén, és aztán egy teljesen más területben a munkájukat jól végzik. Nálunk a cégnél amúgy, ami szintén egy különlegesség, és én ezáltal minden szatmári céget arra bátorítok, hogy ezt a duális képzést, illetve a fiatalok társképzését vállalja fel. Ez nálunk sikerrel fut már több éve. Az azt jelenti, hogy a tőlünk nem messze levő iskola autószerelő osztályából a srácok átjönnek hozzánk, hogy azt, amit reggel megtanultak, azt délután a kalapáccsal is, vagy a csavarhúzóval is megtapasztalják, hogy ez hogy működik. Illetve vannak olyan órák természetesen, vagy van egy ilyen időbeosztás ennek, hogy vannak elmélet és vannak gyakorlati órák. Ennek mi a hozadéka? Számunkra, a cégek számára ez egy pillanatnyi elfoglaltság, az, hogy például megmutassuk ezeknek a gyerekeknek azt, hogy mit jelent egy kuplung tárcsát szétszedni, illetve ki fogjuk szelektálni azokat a fiatalokat már most, akikben mi meg fogunk bízni, és amint befejezték az iskolát, akkor nyugodtan visszajöhetnek, már volt erre példa, és a cégnél már ismerjük őket, és egyből már nagyobb fizetéssel kezdhetnek például. Jelenleg is például az a helyzet, hogy van szabad kapacitásunk, tehát hogyha vannak fiatalok, akik szeretnék magukat az autószerelői mechanikus poszton kipróbálni, hozzánk nyugodtan lehet jelentkezni. Van egy másik tendencia viszont, ami sajnos nagyon zavaró, és szakmánémetiben a következő évek legnagyobb veszélyforrása az, hogy a nyugati lehetőségek elvakítják az embert. Azért mondom, hogy elvakítják, mert akkor, amikor a fiatalok teljesen logikus okok miatt úgy látják, hogy érdemes lenne autószerelőként Németországban dolgozni, vagy Portugáliában, vagy Norvégiában, akkor nem becsülik már meg a munkahelyet. Nem dolgoznak, egyáltalán nem is keresnek munkát itt Szatmárnémetiben. Nem dolgoznak csak ilyen immelámmal, természetesen akkor a vállalkozó sem fizeti meg jól őket. És az a helyzet, hogy kimennek külföldre, mert az csábító. Viszont kiderül az, hogy hiába keresnek 1500 eurót, hogyha abból 1000 euró a fenntartás, ami Berlinben sokkal drágább, mint Szatmárnémetiben, és végül is ugyanannyi pénzzel maradnak, mint itthon. Tehát az a helyzet, hogy a fiatalok elmennek, és mikor visszaérkeznek nagy nehezen, akkor sajnos ismét visszakerülnek, egyre nehezebben tudnak visszakerülni a városi körforgásba. És van erre viszont sikerprojekt, amelyet
amelyet egy szintén egy kollégánk, egy RMDSZ-es megyei tanácsos igazgatóként a Nagykárolyi Szimeon Bernuccio iskolában sikeresen életbe léptetett, ez a duális képzésnek a modellje. Úgy tudom, hogy több mint 700 diák végez jelenleg hasznos, értékes és megfizetett munkát a duális képzésen belül. Ez azt jelenti, hogy ezek a fiatalok már most az iskolapadban is megtanulják azt, hogy ha jól végzik a munkát, akkor ebből meg lehet élni és jól lehet keresni. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Mi a, nem titok ez, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a Szatmári RMDSZ városfejlesztési programjában is a duális képzés kiemelt helyen szerepel, mind a, tehát a szakoktatás keretén belül, mind az oktatási résznél, mind az ifjúsági résznél. Tehát abban megegyeztünk, és a városi értelmiségi, tanügyi, vállalkozói szférával, az átlagemberekkel beszélve, ez volt az egyik legfontosabb pont, hogy a fiatalok számára megélhetést tudjunk biztosítani. Ennek az egyik alappillére lehet a duális képzés. Valamikor régen a szakközépiskolák üzemek mellett működtek. Tehát volt szakliceum az Unió mellett, volt szakliceum az autóalkatrész gyártó cég mellett, volt a CFR, hez tartozott, faipar, stb. Mindegyiknek megvolt az a lehetősége, hogy közvetlen a termelésbe praktizáljon a fiatal, és ott tanulja meg a szakmáját. Ez egy időben kiesett teljes mértékben. Azok a fiatalok egyáltalán nem szereztek szakmai tapasztalatot? Vagy maximum az iskola műhelyben? Maximum az iskola műhelyben, vagy pedig az életbe kikerülve. És szembesültek azzal, amikor megkérdetnek egy állást, és feltételeznek bizonyos szakmai tapasztalatot, és ők ezzel nem rendelkeztek. Viszont, ahogyan Gergő ezt korábban mondta, a duális rendszernek ez lenne a lényege, hogy az iskolapadból kikerülve már a fiataloknak legyen a szakmai tapasztalata, ugyanakkor ugyancsak ezt a célt szolgálják a jól felszerelt műhelyek. Újabban a szakoktatásban a szakosztályok beindításakor mindenképp egyeztetés történik a város különböző cégeivel, tehát felmérik, piackutatás történik azelőtt, hogy osztályokat létrehoznának. Mindenképp szükséges ismerni azt, hogy melyek azok a szakmák, amelyekre szükség van, amelyek keresettek. És ilyenkor a cégeket igyekeznek bevonzani, igyekeznek egy kicsikét mozgósítani, hogy vegyék ki a részüket, és kapcsolódjanak be ebbe, ha nem is a duális rendszerbe magába, hanem fogadják a gyerekeket gyakorlatozni. Hát nagyjából úgy, ahogyan ez a Gergőjék cégénél is működik. Ezzel kapcsolatban éppen érkezett Facebookon egy kérdésünk. Máriás Zsolt kérdezi, melyek jelenleg Szatmáron a hiány szakmák. És itt szeretném felhívni kedves nézők figyelmét, akinek kérdése van, várjuk kérdéseiket, kapcsolódjanak be műsorunkba a képernyőn látható telefonszámon. A hiány... Ugyancsak a Facebookon, egész nyugodtan. A hiány szakmáról nem tudjuk pontosan azt, hogy azok a statisztikák, amelyet az állásközvetítések után előtt publikálnak, nem biztos, hogy azok reálisak. Ugyanis számos szakmáron levő gyár mindig lejelenti azt, hogy milyen munkahelyekre van szüksége, viszont ami biztos, hogy jelenleg szinte nincs olyan terület, ahol ne lenne szükség munkaerőre. Tehát mondom azt, hogy nem feltétlenül az ilyen kisiparosokra gondolok, de az, hogy például Szatmáron lassan már nem lehet majd cipőt javítani, vagy esernyőt javítani, az is egy tendencia, vagy egyre nehezebben találnak különböző típusú gépek szerelőit,
beszélek egy egyszerű mosógépről, vagy egy víz-gáz szerelőt, egyre nehezebben találnak az emberek. És van egy másik tendencia, az, hogy vannak azok a gyárak, amelyek állandó munkafelvevő képességgel rendelkeznek, amelyek vannak Szatmáron, és bárhol, mindenhol máshol, például az autóipari beszállítók. Oda viszont, vagy a mechanikai, tehát ipari felhasználása, oda viszont ők már képzik az embereket, tehát van egy procedúrájuk. Azt kell mondjam, hogy például Szatmár Németben van olyan cég, aki például hegesztőket visz ki külföldi munkára, és már itt megtanítja őket, viszont az a helyzet, hogy az összes területen, tehát akár a fa, akár a fém megmunkálás, vagy bármilyen más gyártási területen szakember és munkaerőhiány van Szatmár Németiben. Tehát ezt tudjuk válaszolni, hogy szinte minden területen, nem is beszélek például a szakács, vagy pincér, vagy bármilyen más területről, mindenhol folyamatos munkaerő hiánnyal találkozunk. Mint a könnyűiparban. A könnyűiparban például. És van egy olyan tendencia, engedd meg, hogy mondjak ilyesmit is, hogy mindenki munkahelyeket ígér. Tehát nincs olyan a közelgő választási kampányban, nincs olyan választási program, amelyben ne jelenne meg az, hogy jó fizetett munkahelyeket ígérünk, vagy nagyon intenzíven kommunikálják azt, hogy jön egy hatalmas nagy beruházó, és több ezer munkahelyet fog teremteni. Nagyon világos különbséget kell tenni a között, hogy egy beruházó munkahelyeket reálisan teremt, vagy csak a többi munkahelyről szívja el egy 100 vagy 200 lejes fizetés különbségért, szívja el az embereket. Tehát igazából az, hogy mondjuk van egy, mondjak egy ilyen példát, az, hogy jön egy bevásárló központ, az nem csak nem teremt konkrétan új munkahelyet, hanem a többi kicsi üzletből az elárusítókat szívja el, és ezáltal nem is biztos, hogy annyi olyan jót fog hosszú távon használni Szatmár Németinek. Mondjuk lehet, hogy nem rossz, hogy jön, de viszont nem a munkahelyteremtés szempontjából. Természetes. A Bauerán Zsuzsa, akinek tudomásom szerint kisgyereke van, viszonylag kisgyereke, mivel hogy általános iskolába jár még, kérdezi, hogy mikortól kezdjük el a gyereket rávezetni arra, hogy mi legyen, hogy milyen szakmát válasszon. Úgy gondolom, hogy az első lépés nem is a szakmai irányítása a gyereknek, hanem eleve a lehetőséget megteremteni számára, hogy tevékenykedjen. Mert hogyha ő benne kialakul kicsi korától, hogy milyen jó dolog ezt vagy azt csinálni, saját kezemmel, vagy részt venni a kerti munkákban, vagy anyának, vagy nagyinak besegíteni a konyhában, akkor nem az alakul ki benne, hogy csak az a jó, hogyha én nyelveket tanulok, és számítógép mellett ülök, és csak így természetesen nem akarom a nyelvoktatásnak a súlyát, sem a számítógépes ismereteknek a súlyát csökkenteni, vagy alábecsülni, szó sincs róla. De emellett úgy gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a konkrét cselekedtetések, mert akkor a gyermekben kialakul a munka iránti tisztelet, vagy megbecsülés. És akkor adott esetben ő nem fogja majd kudarcként fel azt, hogyha nem egy elméleti osztályba kerül, sőt nem az lesz az élet célja, hogy ő vezetőbe osztály, a matek infón végezzen, hanem vonzó lesz számára az, hogy egy olyan pálya felé irányuljon, ami egy szakma mögött van. Nekem hamarosan 4 éves lesz a kisfiam, és már kezdtük beszélgetni. Isten éltesse. Köszönöm szépen. Már beszélgettünk a feleségemmel arról, hogy mit is fogunk neki javasolni, és szerintem a leghelyesebb az lesz, és én afelé hajlok, hogy teljesen mindegy, hogy mit fog csinálni, csak a legjobb legyen benne. Tehát nagyon sok olyan példát láttam az utóbbi időben,
hogy vannak olyan emberek, akik teljesen mindegy, hogy milyen szakmát végeztek. Például van egy, csak mondjak egy példát, van egy úriember, aki rendelésre készít cipőket, szenzációs és nagyon drága cipőket készít, és olyan kliensei vannak, a szakma egyik legelismertebb mesterének tartják. Vagy például van egy 16 éves srác, aki hamarosan Michelin csillagot pályáz meg egy étteremben, és már gyermekkora óta sztár séf szeretne lenni. Tehát igazából szerintem nem fontos az, hogy egy legyen az 1000 jogász közül, már bocsánat, nem akarom ezzel a jogászokat megsérteni, hanem inkább azt szeretném mondani, hogy bármilyen szakmát választ, a jövő mindenképpen az az irány, hogy ha pizzát süt, vagy épületet tervez, akkor is kiegyenlítődik az elméleti és a gyakorlati szakmáknak az értékelése. Sokkal inkább az elvégzett munka, sokkal inkább a szolgáltatás minősége lesz az, amely egy embert elismerté fog tenni. Kell egy idő, ameddig ezt a társadalom fölfogja. Külföldön amúgy, hogyha azt nézzük, hogy a trendek évenként sávosan, úgymond néhány év eltolódással jönnek nyugatról keletre, akkor hamarosan a következő években Romániában és amúgy Szatmárnémetiben is egy asztalos sokkal megbecsültebb lesz, mint ezelőtt 5 évvel. Abban lévén, hogy egy egyetem, egy főiskola, akár egy posztliceális képzés nem kizárólag szakmai ismeretet ad az embernek, nem csak arra tanít meg, hogy mit csinálj ahhoz, hogy jól működjön az a gép, hogy tervezd el, stb., hanem nagyon sok életismeretet is. Ösztönözzük-e a gyereket esetleg, hogyha képes, hogy végezzen egy egyetemet, akkor is, ha ő kétkezi munkát szeretne végezni. És végül is lehet, hogy azt is fog. Szerintem ez egy összetett kérdés, mert tovább képezheti magát magasabb szinten, de ugyanazon a vonalon, amit ő választott. Tehát végül is a szakmunkás képzőt elvégezve is tovább léphet a gyerek, hogyha úgy érzi, hogy tovább szeretné magát fejleszteni, és elvégezheti a szakliceumi tanulmányait, és leérettségizhet, és végül is, hogyha ő ezt nagyon szereti, ezt a szakmát, amit választott, és képes is rá, akkor miért ne lehetne belőle egy kiváló felső fokú végzettségű, de szakember. Igazából nem zárja ki egymást, de csak azért erőltetni, hogy a szülő elégedett legyen, nem hiszem, hogy érdemes. Nem hiszem, hogy érdemes. Csak abban az esetben, hogyha ő belül úgy érzi, hogy tovább szeretné magát a tanulmányai területén is képezni. Mert ellenkező esetben munkába áll, és ott fog kiteljesedni. És az legalább annyira fontos, és legalább annyira hasznos, úgy a társadalom számára, meg a város számára, meg önmaga számára, mint az, hogy ha szeretné, akkor tovább tanuljon. Hogy lehet ezt a társadalmat, amelyik már egy más irányba indult, újra megtanítani arra, hogy tiszteljük a kétkezi munkát, hogy igenis az képez értéket, nem kizárólag a tervezés, nem kizárólag a vezetés, és nem kizárólag az, hogy én fentről nézzem a munkát. Most megint, bocsánat, megint hazabeszélek, mert ugye köztudott, hogy azért én az óvodai és az elemi oktatásért felelek, és én úgy gondolom, hogy mindent idejében kell elkezdeni, és ezt tapasztalatból mondom, hogy minél kisebb korban próbáljuk kialakítani a gyermekben ezt a munka megbecsülését és a munka szeretetét. Azért, hogyha elvetettük a magot és az jó talajba esett, és azért még rá is dolgozunk,
akkor már akkor el lehet kezdeni, és én úgy gondolom, hogy nem annyira reménytelen. Én azt érzem, hogy azért az elmúlt időszakban, ha nem is vett nagy lendületet ez a másfajta mentalitás, azért az irányt megváltoztatta. Tehát én már nem érzem, hogy annyira csak a diploma utáni hajsza létezne, mint volt ezelőtt jó pár évvel. Ugyanezt szerettem volna én is mondani. Tehát a tendenciát, elindult már az a tendencia szerintem, és még inkább fel fog erősödni az, hogy ezek az úgymond ilyen értelmiségi szakmák helyett lehet, hogy teljesen másokat kell választani. És ami viszont egy továbbra is egy nagy kihívás marad, az az elvándorlás és az itthonmaradás kérdése. Ami sajnos most már a városban is egyre nagyobb méreteket ölt, pont ma olvastam az információzi hasábjain, hogy nemrég voltak ilyen statisztikák publikussá téve, hogy a megyében ilyen 60 ezeres nagyságrendben vannak emberek, akikről nem tudjuk, hogy mit csinálnak. Tehát akik otthon vannak, de nem is nincsenek is beregisztrálni, nem is tudjuk, hogy hol vannak, vagy mit csinálnak. Tehát ilyen szürke részében vannak a munkaerőpiacnak. Na most valószínű, hogy akkor kint dolgoznak, vagy biztosan valamivel foglalkoznak, de igazából az elvándorlás az, ami a következő időszakban valószínűleg fel fog erősödni. Tehát az északi vagy a nyugati nagyvárosok egyre kecsegtetőbbek lesznek, és azt hiszem, amit már az előbb is mondtam, hogy a következő időszak egyik legnagyobb kihívása lesz az, hogy talán két dologról beszélhetünk. Az egyik az, hogy az egyetemi városokból érkezzenek vissza a fiatalok Szatmárnémetibe, és a másik az, hogy a nyugati nagyvárosokból az ott dolgozó emberek érkezzenek vissza, és vagy ne menjenek el, vagy találják itt meg a számításaikat. Na most logikusan felvetődik az a kérdés, hogy mint leendő tanácsosok, vagy mint a közéletben is aktív szereplőként részvevő emberek, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni, hogy ezt mit tudunk tenni azért, hogy ezeket a folyamatokat megállítsuk, vagy visszafordítsuk. Mit tud tenni Szatmárnémeti, hogy kiegyensúlyozza a Kolozsvár vonzását, vagy nem csak Kolozsvárról, hanem beszéltek akár most már Nagybányáról is, vagy Budapestről. Ezek olyan kérdések, amelyekre sokkal inkább hangsúlyosabb választ kell adjon a közeljövőben egy városvezetés, és azt hiszem, hogy van már szintén a választási programunkban van már pár olyan konkrét intézkedés, és nagyon röviden mondanék egy pár szót is, mert pont az előbb kérdezték tőlem, hogy mit tudunk ebből tenni, mit tudunk ezen a területen tenni. Tehát például az egyetemisták visszahozását a városba elkezdhetjük már az egyetemi évek alatt, egy más város mintájára, Sepsiszentgyörgy mintájára már adhatunk ösztöndíjat akkor, amikor ők a városunkról, egy bármilyen más területről államvizsgadolgozatot írnak. Tehát, hogyha például van valaki, aki Kolozsváron jár egyetemre, de itteni városi közlekedési vagy zöld területfejlesztési problémáról ír államvizsgadolgozatot, azt már a város ösztöndíjjal magához csábíthatja. És természetes, hogy utána nagyobb az esély, hogy hazaérkezzen. Vagy például egy mostanában nagyon jónak ígérkező kezdeményezés lenne az, hogy például a városba visszaköltöző fiatal családosok, akik mondjuk ledoktoráltak Kolozsváron, vagy bárhol máshol, hogy kaphassanak egy kicsi, de közművesített telket, hogy arra házat építsenek. Tehát ezt úgy neveztük el, hogy Szatmár Hazavár program. És azt hiszem, hogy a közeljövőben erre sokkal inkább kellene koncentrálni, mint különböző ilyen városnapi mutatványokra, vagy politikai csatározásokra. Ezzel kapcsolatos igen. Volt Zsolt kérdése, aki azt kérdezte, hogy mit tud nekem Butka Gergő felajánlani azért, hogy én haza tudjak jönni Budapestről? Hát az első dolog amit fel tudok konkrétan
tudnunk kellene azért, hogy mégis milyen területen dolgozik, de az, amit fel tudok ajánlani, az az, hogy ez a város, ez a látszattal ellentétben, és a közvélekedéssel ellentétben számos olyan lehetőséget ad, bármilyen területről van szó. A közeljövőben mi azon fogunk dolgozni, hogy itt, hogy még többet, tehát hogy több pontot tudjak egy év múlva vagy két év múlva felhozni. Ami tud ez a város adni, az az, hogy egy biztonságot, egy azt, hogy is fogalmazzam, hogy Budapest az egy nagyon, nagyon vonzó, nagyon látványos dolog, bár az élet sokkal drágább, mint ami ennek tűnik, hiába magasabbak a fizetések. A Szatmáron ez egy kicsit máshogy van. Viszont tény az, és abban egyetértek a tisztelt fiatalemberrel, hogy bizony még a lehetőségek távolról sem érok, mint egy ország fővárosában. Abban megegyezhetünk, hogy nem csak a mi szervezetünk az RMDS, hanem minden városi tanácsos és minden város vezető azon kell dolgozzon, hogy ezt a várost a közeljövőben még vonzóbbá tegyük, hogy legalább 3-4 pontos indokot tudjunk felsorolni az úrnak. Igaza van amúgy Szatmár Budapesthez képest, vagy bármely más városhoz képest, sajnos jelenleg nem egy vonzó. De igen, csak sok szó esett az idei, tehát a mai sajtóértekezleten arról, hogy mit próbáltok ti megtenni az RMDS fiataljai azért, hogy hazavonzátok azokat, akik már elmentek, vagy azok is itthon maradjanak, akik még nem mentek el. Akik gondolkodnak rajta. Így van, hát végül is ez az alapprogramja az RMDS-nek, hogy a fiatalokat itt tartani, élhető várost teremteni, sokkal élhetőbb várost, élhetőbb Szatmárnémetit teremteni számukra, és nagyon sok olyan pontja van a programnak, ami kimondottan a fiatalokra irányul. A Gergő említette a telkeknek a biztosítását, ugyanakkor a kulturális téren számos olyan, vagy a sport területén olyan tervek vannak, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a fiatalok találjanak idehaza szórakozási lehetőséget, találjanak adott esetben munkát, érezzék jól magukat. A fesztiválok, a különböző színvonalas rendezvények, ezek mind azt a célt szolgálják, hogy ne csak más városban érezzék jól magukat, hanem adott esetben azt érezzék, hogy vannak dolgok, amelyek idehaza, itthon értük történnek. Amint mondtátok, nem magas befektetéssel olyan környezetet lehet teremteni, ami nyújt némi biztonságot, nyújt némi kellemes érzést. Így van. Tehát ha egy mondatban kellene összefoglaljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy olyan várost akarunk, amelyben dolgozni lehet, tehát jól megfizetve lehet dolgozni, és élni jó. Tehát ez nagyjából, hogy az ember keressen jól, és tudja azt Szatmárnémetiben hasznosan, tartalmasan eltölteni a szabadidőt. Ezek lennek. Ugyanakkor az, hogy az egy alap gondolat, hogy ezt a várost minél inkább élhetővé tenni, ennek számos fejezete van, de hát beszélhetünk arról, hogy a közbiztonság, amely az utóbbi időben nagyon leromlott, beszélhetünk arról, hogy jelenleg nagyon kevés olyan játszóteret találunk, ahova nyugodtan ki tudjuk vinni a gyermekünket. A kutyás gazdáknak sajnos már még alig van lehetősége arra, hogy nyugodtan, szabadon engedhesse a házi állatot, és számos más olyan probléma van, amelyet az elmúlt 4 évben nem sikerült megoldani. Mondok egy példát. Az elmúlt 4 évben 1 méter bicikliút sem készült. Tehát az azt jelenti, hogy ameddig más városban már nyugodtan lehet biciklivel munkába járni, nyugodtan minden szinten, minden pontját a városnak nagyon könnyen el lehet érni, akár tömegközlekedéssel, akár biciklivel, Szatmárnémetiben, amelynek még mindig csak 2 hídja van, az elmúlt 4 évben ezek a lehetőségek nem javultak. 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is az RMDS-es tanácsosok javaslatában
a költségvetésben benne volt az, hogy legalább azt a kevés részt az Zócskasortól az akvaparkig, illetve onnan, tehát a Gorunulúj meghosszabbításában, Tiszaújlaki út és az akvaparkig tartozó részen legalább azt készítsük el, tehát ez nem egy hatalmas ilyen városépítő dolog, csak az ilyen 5,5 kilométert kellett volna megcsinálni, annyi sem történt. Tehát, hogyha ennyit nem tudunk megcsinálni 4 év alatt, vagy nem sikerült a polgármesternek megcsinálni, akkor az reális kérdéseket vet fel, hogy akkor milyen irányba is tart jelenleg Szatmár Németi. Mindenképpen egy rossz irányba. Tehát mondok egy másik példát. Az, hogy Szatmár Németiben jelenleg egy fesztivál, amely több ezer fiatalt gyűjt össze a 17-es lakónegyedbe, ez a Ladenburg Fesztivál, hogy 10 000 lej költségvetési támogatást kapjon, amely borzasztó kevés egy ilyen fesztivál létrehozásához, az szégyen. Tehát ezeket a dolgokat alapul véve azt hiszem, hogy a város az elmúlt években, az elmúlt 4 évben mondhatom, nem figyelt reálisan sem a fiatalokra, sem a fiatal családosokra, sem a többi társadalmi rétegre. Mindenképpen az a cél, és az kell legyen a mindenkori város vezetésnek a célja, hogy ebből a rossz irányból a helyes irányba terelje, egy fiatalos, élhető várossá formálja a Szatmár Németit. Rózsa Botond közben kérdezte, hogy na és mi köze az RMDSZ programjának a pályaválasztáshoz, hogy most erre áttértünk. Szerintem igenis van, mert ahhoz, hogy valaki az itteni lehetőségekbe gondolkodjon, kell tudjon arról is, hogy mire számítson később. Mondok egy példát, hogy hogyan tud beavatkozni egy érdekvédelmi szervezet, illetve egy városvezetés a pályaválasztásba. Egy nagyon egyszerű példával megpróbálom ezt szemléltetni. Ha ezt a szakoktatást és a duális képzést a városvezetés 2016. június 5-e után természetesen, hogyha fölvállalja, akkor például be tud avatkozni hatékonyan az iskolák szakfelszerelésébe. Tehát, hogyha lejelenti az iskola és a gyár, hogy neki szüksége van ahhoz, hogy a kiképezzen mondjuk 200 gyermeket CNC munkagépek kezelésére, vagy esztergályos szakmára, akkor bizony a polgármesteri hivatal ezt fel kell vállalja, és a költségvetéséből erre jelentős összegeket kell áldozzon. Azaz ezzel tudja segíteni úgy a gyárat, úgy az iskolát, és ezáltal egy reális lehetőséget tud adni a fiataloknak, hogy íme itt van egy leendő szakma, itt van hozzá a tanuló gépsor, amit a város meg tud vásárolni, és az iskola úgymond eszköztárába át tudja adni, és ezáltal a fiataloknak lehetőség lesz olyan gépen tanulni, amely a pályaválasztásban segíti őket, és hamarabb fognak munkát kapni, hogyha ki vannak képezve. Tehát így fonódik össze ez a dolog. Ez nem egy látványos ígéret, mint az 1000 tömbház szigetelés, vagy mint az 1000 új szociális lakás, hanem ez egy olyan dolog, amivel reálisan más városban bebizonyítottan be lehet avatkozni a munkaerőpiacba. A tantárügyelőség szemszögéből nézve szükség van erre az összekötő láncszemre? Természetesen minden olyan kívülről érkező segítségre szükség van, ami az oktatás minőségén segít. Egyértelműen az iskolákat, a tanintézményeket az helyi önkormányzatok tartják fenn. És nem mindegy, hogy hogyan. Tehát ahogyan az elhangzott, nem mindegy, hogy egy szakiskolában, egy szakliceumban van-e megfelelő felszerelése a laboratóriumoknak, ahol a gyerekek el tudják sajátítani a szükséges tapasztalatokat, vagy pedig nem. Az előbb szó esett itt arról, hogy úgy fél mondatban, duális képzésben akár még pénzt is kereshet a fiatal. Lehetséges ilyesmi is?
Természetes. Ez külföldön már egy működő modell, sőt, ha jól tudom, Nagy Károlyban is, és nálunk is ez működik. Természetesen nem, ne számítsanak arra a fiatalok, hogy mondjuk szeptembertől elkezdenek úgymond praktizálni, és októberben ők lesznek a gyárigazgató. Tehát nem működik ez ilyen egyszerűen. Viszont egy gyárnak a kapacitása jelenleg, amilyen gyárak vannak Szatmárnémetiben, már megengedi az, hogy akár ezeknek a részmunkaidős fiataloknak egy rész bérezést is adjanak erre, a törvény ugyanúgy lehetőséget ad, mint a gyárak financiális lehetőségei. Molnár Gábor kérdezi, hogy van-e Szatmáron lehetőség nyári munkákat végezni a fiataloknak? Vannak cégek, amelyek szokták jelezni, és 16 éves kor fölött ennek megvan a törvényes kerete, de vannak, ezt most nem tudnám felsorolni, hogy melyek azok a cégek, mert hogy ezt nem a tanfelügyelőségen keresztül bonyolítják, viszont mivel nekem is vannak kamaszkorú gyerekeim, igen, ők is már érdeklődtek, és vannak olyan cégek, amelyek nyáron biztosítanak részmunkaidős munkát a fiataloknak. Milyen körülmények között vehettek fel fiatalokat nyári időszakban? Hát ennek a törvényes lehetőségéről, illetve ennek számos más ilyen szabályzása van. Igazából ez most nem térnék ki arra, hogy minden különböző területen, hogy ez mit jelent, viszont ennek a gazdasági tevékenységtől természetesen függ. Tehát igazából ezt most nem tudnék erre egy specifikus választ adni, mert nagyon sok variáció létezik, de az a lényeg, hogy Szatmárnémetiben is van. És ha olyan gazdasági helyzet lenne, hogy több beruházó lenne, több kereskedelmi tevékenység lenne, ha a Szatmárnémeti kimozdulna ebből a gazdasági holtpontból, amiben jelenleg van, akkor természetesen egyre több a nyári munkára lenne szükség. Azért mondtam ezt a gazdasági holtpontot, mert jelenleg a közbeszéd is, a lakosság érzete szerint is egy olyan helyzetben vagyunk, hogy új beruházókról hiába beszélünk, addig, ameddig nincs munkaerő, és vagy nincs szakképzett munkaerő. Ezért nem nagyon valószínű az, hogy a jelenlegi helyzetben új beruházók érkezzenek. Tehát egy olyan holtpontban vagyunk, amely úgymond egy ilyen 22-es csapdájáról beszélhetünk, hogy a városban nincsenek jól fizetett munkahelyek, és éppen ezért nem nagyon vannak más szakemberek a városban. Mi azon kell dolgozunk, hogy ezt a jelenséget megfordítsuk, és ennek az egyik lehetőség lenne a fiataloknak a szakképzés felé való irányítása, és akkor, hogyha fogják érezni a gyárak, bármilyen ipari területről beszélek, hogy bizony Szatmárnémetiben van 300 darab szakmunkás egy automotív szektorban, akkor természetesen, hogy fognak jönni. De egy polgármester hiába fogja megígérni azt, hogy jöjjenek, mert adunk ingyen területet, vagy közművesített területet, vagy nem fizetnek adót 3-4 évig, az csak egy szelet, amiről majd egy gazdasági műsorban beszélhetünk, hogy ebben sem volt nagy előrelépés. Viszont attól még egy gyár nem fog ide jönni, mert kap egy ingyen területet, mert neki stabil, jól képzett munkaerőre van szüksége. Illetve mondok egy másik példát is, hogy érkeztek Szatmárnémetibe beruházók, de ők nem azért jönnek ide, hogy ők valami jót tegyenek, csak ilyen karitatív célokból jönnek, de hanem ezt be kell lássuk, hogy nekik is egy jól felfogott érdekük van. Ezek a cégek profitorientáltak, és nagyon fontosak azért, mert a város költségvetésébe jelentős összeget adnak. És ez azt jelenti, hogy például egy 3-4 ezer főt foglalkoztató gyár a város gazdasági életében és a város költségvetésében bizony jelentős többletet ad. Éppen ezért a másik irány,
egy másik műsor témája lehet az, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a következő időszakban a gazdaságot. Ameddig viszont nincs munkaerő, addig hiába készítünk brosúrákat, hiába járja a polgármester az elmúlt 4 évben, azért bejárt egy pár országot, egy ilyen turisztikai nagykövet, viszont nem látszik az eredménye. Egy másik nagy kérdés, akinek van egy szakmája, vállalkozon, vagy vállaljon munkát? Attól függ, hogy ha megvannak azért ahhoz, hogy valaki vállalkozzon, annak számos kitétele van, nem elhanyagolandó, hogy azért kell legyen egy anyagi háttere, amivel meg tudja teremteni a szükséges feltételeket. Viszont én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan lehetőség van, ami a fiatalokat, hogyha ők a szakmájukban vállalkozni szeretnének, támogatja. Ezekkel persze tudniuk kell élni, vannak pályázatok, vannak akár Európai Uniós kiírások is, amelyeket, hogyha támogatják őket és megfelelő irányba irányítják a fiatalokat, akkor vállalkozhatnak is. A vállalkozó szemszögéből hogy látod ezt a dolgot? Nagyon sokan kérdezik ezt tőlem. Sokan kérdezték, nemrég voltam egy ilyen motivációs előadást is tartottam fiatal közgazdászoknak. Voltam szakiskolákban is, voltam liceumokban is, és nagyon sokszor megkérdezték azt tőlem, hogy na, akkor hogy mondd már el, hogy akkor te mit csinálnál, és hogy például milyen ötleteket javaslok a fiataloknak, hogy vállalkozzanak, hogy mondjak valami jó kis biznisz receptet, vagy biznisz ötletet. És mindenkinek azt mondtam, hogy az első dolog az, hogy ha tudnám, akkor már azt csinálnám, ha lenne valami annyira tuti jó ötletem. Viszont én azt hiszem, hogy ki kell járni a szakma lépcsőit, illetve végig kell járni. Tehát ne várja el azt senki, hogy egy bizonyos területen a tudása még nem érte el azt a szintet, és hogy hip-hop, akkor ő lesz a következő Apple. Tehát ilyen nem nagyon van már a mai világban. Vannak kivételes esetek, ez a főképp az informatikai szektorban, hogy valakinek támad egy nagyon jó ötlete, és akkor ilyen startupot elindít, és arra most utána dollármilliókat fog keresni, de ez egy az egy millióból. Viszont én azt hiszem, hogy az alap az, hogy először legyen valaki a saját szakmájában profi. És hangsúlyozom, teljesen mindegy, hogy amerikai hotdogot árul, csak az nagyon-nagyon finom legyen. Vagy teljesen mindegy, hogy a sportgumikat árul, csak akkor tényleg tudja azt azon a területen belül legyen ő a legjobb. És onnantól kezdve, hogyha magába szívta ezt a tudást, akkor onnantól kezdve érdemes vállalkozni. De addig, ameddig az ember nem tud pizzát sütni, addig ne nyisson éttermet szerintem. Én ezt csak így javasoltam. Ugyanakkor én bátorítok minden fiatalt arra, hogy maradjon itthon Szatmárnémetiben, maradjon, nyugodtan menjen el más városba tanulni, menjen el, nézze, járja körbe a világot, de utána térjen vissza Szatmárnémetibe, mert hiába beszélünk arról, hogy változtassuk meg, vagy tegyük jobba ezt a várost, hogyha nincs kivel. Éppen erre vonatkozott egy kérdés, hogy miért nem jó a vállalkozónak az, hogyha külföldön szerez tapasztalatot a fiatal. Nagyon jó, nagyon örülünk annak, hogy ha hozzám érkezne a céghez olyan fiatal, aki kipróbálta magát külföldön, és utána hazaérkezik, és folytatja a szakmát. Ez egy dicséretes dolog. Kár, hogy az arány az nagyon kicsi azok közül, akik visszajönnek. Bár hangsúlyozom, jelenleg egyre inkább érezhető az a tendencia, hogy már a külföldi nyugati munkák, a munkalehetőségek sem olyan kecsegtetőek, mert először van az a csali, hogy kiírják minden apró hirdetésbe, hogy 1500 eurós átlagfizetést, vagy ilyen havi fizetést kap az ember, és utána kiderül a helyszínen már egy ilyen kis távoli, messzi
gyártelepen kiderül, hogy hát arról még lesz annyi levonás, hogy ha itthon maradt volna, akkor jobban megérte volna. Tehát én azt javaslom, különösen a fiataloknak, nagyon nézzék meg azt, hogy hova indulnak el. A fizetések azok általában külföldön kecsegtetőek. Meg lehet-e értetni valamiképpen a fiatallal, hogy amint mondta Gergő is, nem fonják ott sem kolbászból a kerítést? Én úgy gondolom, hogy igyekeznek a pedagógusok azért felvilágosítani a fiatalokat, hogy valóban külföldön sem fonják a kerítést kolbászból, és talán a másik vetülete a kisebbségi oktatásról, vagy a magyar nyelvű oktatásról, hogyha beszélünk, én úgy gondolom, hogy még mindig nagy erőfeszítéseket tesznek, és komoly hangsúlyt fektetnek a magyar pedagógusok arra, hogy az identitás formálás, hogy azért itthon maradni, mert mégiscsak itt vannak a gyökereink, hogyha valakire nem tudunk így hatni, vagy nem tudnak így hatni, akkor bizony előfordul az, hogy elmennek, mint a mesebeli legkisebb királyfi, és szerencsét próbálnak, de nem mindig járnak sikerrel, és elfecsérelnek éveket az életükből. Jó esetben tapasztalattal térnek vissza, és azt itthon hasznosítják. Másik esetről inkább ne beszéljünk, amikor csak azért maradnak kint, hogy ne itthon legyenek, és igazából szerencsétlenekké válnak. Ha már a magyar nyelvű oktatásról esett szó, a Szatmáron megtalálják a fiatalok azt a szakmát, amit keresnek az iskolákban? Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sok, tehát az igényfelmérés után valamennyi szakmát igyekeztünk magyar nyelven is biztosítani. Még vannak, persze vannak hiányosságok, de úgy gondolom, hogy ezt mindenképp fel kell vállaljuk, és azért kell dolgoznunk, hogy minden olyan szakmát, amire igény van, a fiatalok anyanyelvükön tanulhassák. Mert nem mindegy, hogy egy számukra érthető nyelven könnyedén sajátítják el mindenféle nehézség nélkül, vagy persze megtanulják ők románul is, de jobb azt megérteni. Így van, így van. És visszatérve a sajtótájékoztatóra, amint hallottuk, igyekeztek a lehetőségeket biztosítani. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok. Kívánunk nektek sok sikert, és reméljük, hogy fiataljaink azért kicsit nagyobb arányban fognak itt hol maradni. Így legyen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves nézőknek, köszönjük szíves figyelmüket. Jövő kedden újra találkozunk. Viszontlátásra.